200. bajnoki mérkőzésén lépett pályára a győri Audi Etokáci színeiben Eduarda Amorim Székesfehérváron. A brazil átlövő ráadásul ennél jobban nem is ünnepelhette volna a jubileumot, azonnal betalált a hazai kapuba. Boldog vagyok, hogy a 200. meccsemet játszhattam Győrben, büszke vagyok, óriási megtiszteltetés ehhez a csapathoz tartozni, úgyhogy ebben a pillanatban nagyon boldog vagyok. Ezután viszont Yvette Brock parádéja következett. A győriek klasszis beállója ugyanis az első 5 percben 4-et vágott a hazaiaknak. A fehér mezesek ráadásul nem csak a támadójátékkal lehettek elégedettek, hiszen az Alba első akciógóljára csak nem 10 percet kellett várni. A gólgyártás üteme ezután valamelyest csökkent, igaz, ez amiatt is lehetett, mert az Audi Eto felgyorsította a játékot, ebbe pedig időnként még csúszott hiba. Ettől függetlenül a különbség folyamatosan nőtt, így már az első félidőben 10 gólos előnynek örülhetett a két busznyi Audi Eto szurkoló. A játék képe a nagyszünet után sem változott sokat, viszont újabb játékos tért vissza a sérülésből. Anne Mette Hansen több hónapnyi kihagyás után lépett újra pályára, és ha már ott volt, gólokat is lőtt. Nagyon vártam már ezt a pillanatot, hogy újra pályára léphessek. Elég izgatott is voltam emiatt, de azért elég jól sikerült. Persze még többet kell játszanom, hogy igazán visszalendüljek, de nagyon jó volt újra játszani. A félidő második felében aztán egyre több lehetőséghez jutottak a fiatalabb játékosok is, de ők sem okoztak csalódást. Az ő góljaiknak is köszönhetően végül 20 gólos, 38-18-as győzelmet aratott az Audi Eto. Ezen a héten gyakoroltunk néhány dolgot, mind védekezésben, mind támadásban, amit úgy érzem, hogy sikerült is teljesíteni. Mindkét félidőben jó játszottunk és sok gólt lőttünk, élesben is ki tudtuk próbálni a taktikákat. Csatlakozott hozzánk Anne Mette, így még egy játékos visszatért egy hosszú sérülésből, mindenki lehetőséget is kapott, így összességében elégedett vagyok. A győrieknek a következő időszakban is bőven lesz dolga, hiszen kevesebb mint 2 hét alatt 4 meccs vár a zöld-fehérekre.